Kedves Várami Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét ünnepe utáni második vasárnapon, Misericordia Domini vasárnapján. Az Úr kegyelme betölti a földet. Isten igéjével, amit így olvasunk a második korintusi levélben, Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Szeretettel köszöntöm a testvéreket otthonaikban, és szeretnék köszönetet mondani a Kanizsa Televíziónak, hogy felvételről a mai Isten tiszteletünket közvetíti. Ezt az Isten tiszteletet aztán később majd teljes egészében a YouTube csatornán keresztül megkereshetjük és újra átélhetjük. A mai Isten tiszteletünkön az énekszámok, a kezdő ének a 334-es lesz, ezután a kezdő liturgiában az ötös számú liturgiát énekeljük, fő énekünk a 400-as ének lesz, záró énekünk pedig a 443-as. Ezekben az időkben nagyon lecsökkent a lehetősége a kapcsolattartásnak. Én mégis szeretném bátorítani a testvéreket, hogy jelzéseket adjanak, hívjanak telefonon, vagy keressenek meg interneten. Különböző igényekkel, inségekkel, szükségekkel, és igyekszünk a segítséget megszervezni. Két hetente szokott érkezni hozzánk 15 darab evangélikus élet, ezeket mindig másnak osztom ki, biztonságos körülmények között, postaládába téve, vagy pedig a kerítésen átadva. Ez is lehetőség a találkozásra és arra, hogy biztonságos távolságból egy-két szót váltsunk egymással. Azt is tervezem, hogy a következő hetekben körbe járok majd, és a többi gyülekezetünk templomából is lesz egy-egy élő adásos közvetítés. A mai Isten tiszteletünk záró oltári szolgálatában, imádságában 25 évvel ezelőtt elhunyt édesapára, nagypapára, apósra emlékezünk. Isten áldása legyen az ő életén és az ő hozzátartozóin. Adományok érkeztek az Isten oltárára, 20 000 forint a gyülekezet javára. Szeretném azt is hirdetni, hogy van lehetőségünk adónk 1%-áról nyilatkozni. Az 1%-ot felajánlhatjuk a Magyarországi Evangélikus Egyháznak is a 0035-ös technikai számon, a másikat pedig a gyülekezetünk alapítványának az adószámon keresztül. Hirdetésünk minden tárgyán pihenjen meg Urunk bűnbocsátó és megszentelő kegyelme, kezdő énekünket, a 334-est énekeljük. Oh.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint abban a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Rád bízom magamat. Cselekedjél velem irgalmat szerint. Az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki egyszülött fiad megalázásával felemelted az elesett emberiséget. Engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét úgy, amint ezt megírva találjuk János evangéliumában, a 10. fejezetben, a 11-től a 16. versig,
a következőképpen. Ezt mondja Jézus. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát. És én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt minden keresztény hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. 400-as énekünket énekeljük. Yeah.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét úgy, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben a 20. fejezetben, a 25-től a 31. versig a következőképpen. Ezt mondja az apostol. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy a távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyáját. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal, szüntelenül, könnyek között intettelek mindnyájatokat. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ma jó pásztor vasárnapja van. És én a jó pásztor vasárnapján egy történetet szeretnék elmondani nektek. Utolsót kondul a magányos templomtorony harangja. Elhalkul, majd teljesen elnémul, csendbe borítva a teljes környezetet. Örökké valóságnak tűnő egy-két perc múlva megnyílik a karnyújtásnyira fekvő templom szárnyas ajtaja. Rajta hosszú, fekete palástot viselő lelkész lép be. Magas, fehér hajú, idős férfi. Bibliával a kezében az oltár felé lépked, miközben szeme sarkából a padsorokat fürkészi. Pedig hát ránézés nélkül is tudná sorolni a gyülekezetből, kinek hol lenne a helye. Megáll, megfordul, komoltosan körülnéz és felsóhajt. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, mondja ékes német szóval, majd nyomban válaszol is ő. Amen. A bevezető zsoltár után az oltár felé fordul, bűnvalló imádságot mond. Aztán ismét a padsorokra tekint, és az Isten kegyelmét hirdeti. Egyetlen mondatba sűrített imádságában a hét legfontosabb gondolatát próbálja megfogalmazni úgy, hogy közben mindig a Teremtő Isten tetteire utal. Az igeolvasást az igehely pontos megjelölésével vezeti be, majd megszólal az élő evangélium. A templomot azonban néma csend lengi be. Miközben Schlattner tiszteletes nem csak magyarázza az igét, hanem szavaival az Isten hangját is hallatja. Az egyetemes könyörgésben a kérés kap nagyobb hangsúlyt. Ebbe az imádságban a legtöbb helyen a gyülekezet tagjai is bekapcsolódnak. Az erdélyi Veresmart Ódon templomának falai között azonban némák maradnak. Mint ahogy a végső áldás előtti mi atyánkot sem mondják papjukkal együtt. Keresztet se vetnek régi szokás szerint, és padjaikba se ülnek vissza. Pedig nem is olyan régen, még több száz torok zengte az éneket és az imádságot. Isten tisztelet után hiába hagyja el fürge léptekkel a templomot a tiszteletes, a gyülekezet tagjai nem követik őt. Nincs kivel kezet rázni. Nincs kinek az egészsége felől érdeklődni. Nincs kinek a vasárnapi ebédhez jó étvágyat kívánni.
az Isten háza teljesen üres. Akár csak a szertartás előtt, a szertartás alatt és a szertartás után. Döledező tornyot, fedetlenül maradt templomhajóból kikandikáló fákat meg bokrokat, azt hiszem, hogy mindannyian láttunk már, és a szívünk szorult össze tőle. Mint ahogyan egyre több templomon, egyre rozsdásabb lakatokat is. Láttunk már nyáj nélkül maradt pásztort is, akinek el kellett vándorolni más vidékekre. De üres templomnak prédikáló papot én bizony még soha nem láttam. Eginald Norbert Schlattner, aki az előző jelenet egyetlen szereplője, az erdélyi Szász Veresmart 87 éves evangélikus lelkésze. Kijutott neki minden, amiben az erdélyi szászoknak az elmúlt 100 esztendőben része volt. És élete végén azt is meg kellett tapasztalnia, hogy 700 lelkes gyülekezete a rendszerváltás után 4 idős otthonában levő beteg testvére zsugorodott. Ő erről így val. Tatárnak, töröknek nem sikerült elűzni a szászokat Erdélyből, a diktatúrának viszont igen. És aztán így folytatja az emlékezését, a rendszerváltás után húsvétkor még tele volt a templomom. Mind itt voltak. Karácsonyra meg már nem maradt senki sem. Minden egyes vasárnapon hosszú névsort olvasott, hogy azon a héten kik távoztak a jobb élet reményében Németország felé. 14 éven keresztül. Hétről hétre. Egy-két kivétellel. Minden ünnepen, minden vasárnap prédikált. A négy falnak, az üres templomnak. 14 esztendőn át a rendszerváltás után. Ez közel 700 alkalom. Azt vallja erről, ez volt az egyetlen módja annak, hogy épp elmével vészeljem át a 8 évszázados gyülekezet szinte egyik napról a másikra való eltűnését. Lehangoló a négy falnak prédikálni. De még lehangolóbb lett volna nem megtenni ezt. Azt mondja az idős lelkész, két okból tettem mindezt. Szolgálatommal Isten szerettem volna vigasztalni, utána meg önmagamat. Az erdélyi szászoknak a tragédiáját Eginald Schlattner több nagyszerű regényben is vázolta. A regényeit 8 nyelvre fordították le, 2 regényét e közül meg is filmesítették. 2002-ben Románia kulturális követévé nevezték ki, 2004-ben pedig Ausztriában kapott érdemkeresztet. Ő mégiscsak ennyit mond magáról. Egyszerű erdélyi szász falusi pap vagyok, aki viseli a keresztjét, és végzi a dolgát. Pásztorolom a helyieket, és a távolba szakadtakat. Gondozom a börtönnek a lakóit. Azt mondja, én nem tudtam elmenni. Itt maradtam. Nekem itt kell szolgálnom nyájamat, azt, ami még belőle megmaradt. És aztán azt is mondja, 14 éven keresztül arra kértem az Istent, mutassa meg valakinek, legalább egyetlen egy embernek a templom ajtaját. És íme a kérésem meghallgatásra talált,
már nem üresek a templom sorok, a padok. Lelkesen folytatja vasárnap, rajta kívül négy helybéli is volt a kétnyelvű Isten tiszteleten. Én Eginald Norbert Schattnernek a történetével, amit most talán túl hosszan mondtam el, higgyék el a testvérek, hogy mégis igazán tömörítettem ezt a nagyon gazdag történetet. Valamikor tavaly ősszel találkoztam, és nagyon megrendített. Megrázott a rengeteg szenvedés, amit a háború, a megbélyegzés, a diktatúra, meg a kisebbségi lét hozott el az ő számára. De mélyen megindított az, ahogyan ez az ember Jézusnak, a jó pásztornak a nyomdokán haladt és halad, és pásztorolja a rábízottakat. Az elmúlt hetekben, amikor magam is az üres templompadoknak prédikáltam, ahogyan teszem azt most is, eszembe jutott, hogy ez az ember 14 éven át, közel 700 alkalommal tette ezt. Hirdette az Isten igéjét egyszál magának, hogy vigasztalja az Istent, és vigasztalja önmagát. És ez a történet, én azt gondolom, nekünk erőt ad. Fantasztikus, ahogyan bele tudott kapaszkodni abba a pásztorba, akit őt elhívta, aki őt terelgeti, aki az útján elkíséri. Viseljetek gondot magatokra és a nyájra, mondja az apostol, amikor az efezusi vénektől búcsúzik Milétoszban. Pál apostol 3 évet töltött korábban Efezusban. Az ő hűséges és állhatatos munkája nyomán keresztény gyülekezet jött létre, nem is akármilyen. Isten országa hírnökeként Krisztust hirdette közöttük, a megfeszített és feltámadott urat. Tette ezt mindig fáradhatatlanul. És aztán később, amikor el kellett onnan jönnie, Timóteust hűséges tanítványát jelöli ki, hogy gondozza ezt a gyülekezetet, hogy folytassa az ő munkáját. Pál apostol most a búcsúzáskor emlékezik és emlékeztet. Emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül, könnyek között intettelek mindnyájatokat. Milyen könnyek ezek? A szeretet könnyei, amelyekben benne van a fájdalom, benne van a féltés, benne van a csalódás is. Megvallja, hogy szolgálata nem volt mindig mentes a küzdelmektől. Sőt, soha nem volt az. És időnként az élete is kockán forgott. És nem kell felsorolnia neki ezeket a történeteket. Azok, akik ott állnak, az efezisi gyülekezet vénei, presbiterei tudják ezeket. Mind mentek együtt keresztül. Hiszen azok hallgatják, akik átélték vele mindezt. Az apostol nem csak nehéz körülmények között dolgozott hűségesen, hanem a nehéz körülmények ellenére is végezte a küldetését. És a kereszthordozásban mindenkor Jézust, az ő hűséges pásztorát követte. És miután az apostol visszatekintett, emlékeztetett, most a jövőbe tekint. Én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. És hogy miért ott, engem nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az életem se drága, csak hogy elvégezhessem futásomat. És azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Pál mindenkor követi az ő mesterét. Jeruzsálembe is követi az ő életével az ő pásztorát. Pál tudja, hogy ez az utolsó alkalom,
hogy még láthatja az övéit. Valójában ez egy hosszú missziói munkának a lezárása. Annak lehetünk mi is tanúi. Az apostol búcsú beszédet mond. Számol az ő megromlott egészségével, számol a helyzetével, a körülményeivel, az út veszélyeivel is. Mégsem sorolja ezeket, mert nem magával foglalkozik. Egyedül Jézusra, a jó pásztorra tekint, a gyülekezet pásztorára. Ha ő el is megy, a gyülekezet marad, mert a Krisztus marad. Figyeljük majd meg, ha elolvassuk, Pál soha nem nevezi magát pásztornak. És nem mondja ezt a gyülekezet egyetlen tagjára sem. Mert Jézus a jó pásztor. A gyülekezet pedig az ő követésében jár. Viseljetek gondot magatokra és a nyájra. Jézus kijelentést tesz önmagáról, mint jó pásztorról. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet. És enyéim ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én úgy ismerem az Atyát. Jézus személyesen ismeri nyájának minden tagját. Kicsit és nagyot. Férfit és nőt. Minden tanítványát. Számára minden egyes személy fontos. Mindegyiket a nevén szólítja. Jézus szereti az övéit. Bensőséges viszonyban van az övéivel, a szeretteivel. Jézus azt is mondja magáról, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhaiért. A jó pásztor arról ismerszik meg, hogy az övéiért akár az életét is odaadja. Jézus önmagát állítja a tanítványai elé. Kiáll értük. Elébük veti magát, hogy a farkas el ne ragadhassa a nyájat. A rabló be ne hatolhasson a juhok aklába. Pásztorukként megy előttük. Kereszt halála által minden veszélytől megvédi juhait. A kereszt legyőzhetetlen akadály minden farkas előtt, amely be akar nyomulni a juhok aklába. Jézus saját pásztorként való fellépését az elveszett jó példázatán mutatja be. Jézus jó pásztorként az elveszett bárány után megy. Utána megy annak az egynek. Szeretet teljesen vállára veszi az eltévedtet, és haza vezeti a megfáradt jószágot. Mi emberek olyanok vagyok, mint a juhok, akik eltévedtek az életnek a rengetegében. Jézus pedig keresésünkre indul. Mert fontosak vagyunk számára, mert az övéi vagyunk, mert a nevünkön szólított. És öröm ünnepet ül, amikor megtalál végre bennünket. Én azt gondolom, hogy a 100 juh az a mi teljességünknek a jelképe. Elvesztettük lényünk központját. Elvesztettük teljességünket. Elvesztettük önmagunkat. Jézus jó pásztorként utánunk jön, felkutat bennünket. Ami fölött mi elnéztünk, amit mi elnyomtunk és elveszítettünk, ő megtalál bennünket. Ő megtalál mindent, ami szétszóródott, és velünk együtt ünnepli a mi egészé, a mi önmagunká válásunkat. Imádkozzunk.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet megvidámítja, csordultig van poharam. Bizony az Úr jóságában járok egész életemben. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Hozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennyei atyád téged tett pásztorunkká, hogy ebből az életből az örök életre vezess minket. Kérünk, hallgass meg ma is imádságunkat, és járj közben értünk mennyei atyádnak. Urunk, légy pásztora a pásztoroknak, akikre nyájad gondozását bíztat. Hát, hogy az elveszettek beszédükből a te hívásodát hallják meg, a megtévedtek pedig intőszavunkból megérezzék féltő szeretetedet. Urunk, indítson minket arra pásztori szeretetet, hogy hozzád hasonlóan szeressük rossz akaróinkat és gyűlölőinket is. És soha ne szűnjünk meg imádkozni értük, hogy velünk együtt ők is elnyerjék a bűnbocsánatot és az örök életet. Urunk, kérünk, ne szűnj meg őrködni a világ békéje fölött. Fékezd mindenhol a káini indulatot. És add, hogy a népek idejében felismerjék egymásra utaltságukat. Urunk Istenünk, add, hogy mi, akiknek csak kellemetlenség ez a járvány, ne feledkezzünk meg azokról, akiknek az élete forog kockán. Add, hogy mi, akiknek alacsony a rizikófaktoruk, ne feledkezzünk meg azokról, a leginkább sebezhetőek. Add, hogy mi, akiknek megadatott a luxus, hogy tudunk otthonról dolgozni, ne feledkezzünk meg azokról, akiknek dönteniük kell a között, hogy az egészségükre vigyáznak, vagy megkeresik a betevőt. Add, hogy kik rugalmasan meg tudják oldani a gyerekeik felügyeletét, amikor bezár az iskola, ne feledkezzünk meg azokról, akiknek nincs erre lehetőségük. Add, hogy mi, akiknek le kell mondanunk az utazásainkat, ne feledkezzünk meg azokról, akiknek nincs biztonságos otthonuk sem. Add, hogy akik elveszítjük a megtakadt műtásaink hozamát a pénzügyi piac felfordulásai között, ne feledkezzünk meg azokról, akiknek egyáltalán nincs semmiük. Hát, hogy mi, akik berendezkedünk az otthoni karanténra, ne feledkezzünk meg azokról, akiknek nincs otthona.
Hát, hogy amikor a félelem szorongatja hazánkat, a szeretetet választhassuk. Ezekben az időkben, amikor a karunkkal nem ölelhetjük át egymást, segíts megtalálni a módját, hogy szerető ölelésedet kiterjesszük embertársainkra. Könyörgünk, Urunk, a szenvedőkért, a betegekért, a testi-lelki keresztet hordozókért, ott, hogy megérezzék, te nem hagytad el őket, hanem velük vagy pásztori szeretetettel. Gyertyák lángjának lobogását, a temető komor sírköveit, lassú hallgatag lépteinket, veszteségeink szótlan fájdalmát, elhunyt szeretteink halványuló arcát, a mulandóság hideg érintését a szívünkön, te igazán ismered. Lépj közel hozzánk. Simogass meg vigasztaló jelenléteddel, tapintatos csöndeddel. És ez elég lesz ahhoz, hogy megerősödjön a remény. Hogy emlékezésünket bizakodássá változtassa eljövendő találkozásaink ígérete. Egyetlen igaz pásztorunk, Úr Jézus Krisztus, állj mindig mellénk, ha ingadozunk, vagy ha kísértés gyötör. Végső óránkon pedig segíts mennyei országodba, hogy angyalaid és választottaid seregével szünet nélkül dicsőíthessünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz, és akinek a nevében együtt még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, vegyétek az Isten áldását. Az élők Istene, aki a sötétségben világosságot támaszt, áldjon meg téged. Ragyogjon rád Isten feléd forduló arcáról, a feltámadott Krisztus tekintetéből az öröm meleg fénye, a remény mindent átjáró ragyogása, amelyet nem tarthat fogva egyetlen sötét sír sem. Áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Négyszáznegyvenhármas énekünket énekeljük.